2024. szeptember 7-e van, Nosztalgia nap van a gyermekvasúton. Ez azt jelenti, hogy azok, akik itt valaha pajtásként, hát azt mondanám, hogy dolgoztak, de igazából jelen voltak és élvezték az ifjúkori lehetőségeket 10-14 évesen, azok most újra idejöttek a gyermekvasútra, és újra ugyanazokat a feladatokat látják el, amit annó, ahogy említettem, 10-14 évesen elláttak. Én is nosztalgiázom több szempontból is, egyrészt Pert vonatvezetőként vezényelve vagyok, csúnya szóval írva a motorvonatra, és azért is nosztalgiázom, mert nem akárkivel vagyok a fedélzeten, Besztercel Kornéllal, akivel hát a 8. csoportnál együtt ténykedtünk, ő pajtás volt, én pedig ifjúvezető. Hát az ifja voltam mai szóval éve, ami csak egy dolgot jelent, hogy már nagyon öregek vagyunk, legalábbis ő nem, én már egyre inkább érzem magamot. És ezért ez egy dupla nosztalgia nyilván, hogy ezt akkor annó ezt megéltük, és most újra egy fedélzeten vagyunk, sokat magunkkal. De hogy kellett értem a reggel, amikor eljöttél dolgozni? Egyébként Kornél a gyermekvasút vezetője, tehát neki is a nosztalgiában benne van még sok nosztalgia, ezt hatványozni lehetne ezt a nosztalgia kifejezést, de inkább ebben nem menjünk, szerintem. Természetesen édes izgalommal, mert minden évben eljön az a két hétvége, amikor átadjuk a régi úttörős gyerekvasutasoknak egy-egy napra a terepet. A gyerekvasút számomra azért érdekesen, mert pontosan az én korosztályommal tudok találkozni, az ifjúsági vezetőkkel, a pajtásokkal, és hát azokkal a gyerekekkel, akikkel többé-kevésbé valamilyen kapcsolatot ápoltunk, vagy ezért, mert azokat az értékrendeket tudták továbbvinni, azokat az élményeket próbálták és tudták megélni, amikben mi is benne voltunk, amit mi is igyekeztünk átadni fiatalabb gyerekeink számára, vagy gyerektársaink számára, vagy pedig azért, mert közvetlen azokkal a volt gyermekvasutasokkal tudok együtt szolgálni a mai napon, akikkel anno 25-30 évvel ezelőtt is sikerült. Mert miről is szól ez? Nem lehet elmondani, hogy általános értékrendek, általános élmények levonhatók. Mindenkinek egy saját kis szelet, az a szelet, amit a legifjabb, legszebb éveiben megélt 10-14 éves életkora között, abból adódik most vissza egy kicsi. Az időt megállítani nem is tudjuk, de legalább ma egy picit ennek a 60 embernek vissza tudtuk forgatni. Ebbe egyébként beletartozol te is, és beletartozom én is. Én bízom benne egyébként, hogy nem csak nekünk, résztvevőknek, hanem az utastársainknak is nagyon különleges élmény lesz ez a mai nap. Ez nem trendi, újszerű dolog, mert a nosztalgiázásnak van egy új hullámos története, ez már évtizedek óta megvan itt a gyermekvasúton, reméljük, hogy sokáig is így lesz, és mindig túljelentkezés van. Tehát, hogyha 9 órakor megnyílik a regisztráció, ott kell ülni 9 órakor az internet előtt is regisztrálni, mert fél tízkor már nem lehet jönni szolgálatban, mert megteli. Szóval ezt is nagyon jó gondolom vezetőként megélni, hogy ez meg nagyon van itt jogosultság a 2024-ben. Hát ez egy közel 3 évtizedes vagyok, mint a gyermekvasúton. Régi gyermek is úgy tudom, akkor további években sokszor meg tudjuk adni ezt a lehetőséget a úttörős gyermekvasutasok számára, hogy jöhetnek a nosztalgia napra is, még nagyon sok kedves pillanatot fogunk tudni közösen megélni. Nézzünk bele az idei nosztalgia nap hangulatába. Thank you.
Jövő elvészet! Az lesz az igazi!